Áreloszlóhoz lenne, amin van a rendszer. Ezek az utolsó utasítások a kiképzőtől Pécsen a Tettyekarsznál. Utána jöhet az ereszkedés ebbe a mély aknába. Vasap a kezed alatt, úgy szeretem, úgy. Elsőként a sérültet alakító férfi ereszkedik le, akit majd ki kell menteni. Egy karszt aknából mentenek a tűzoltók egy eszméletlen szemét, természetesen csak a szituációs feladat alapján. Ez egy különleges helyzet, amit be kell gyakorolniuk a tűzoltóknak, hogy baj esetén gördülékenyen menjen a mentés. Ez egy egészen speciális helyzet, ilyennel azért nem sokszor találkoznak a tűzoltók, viszont ilyen alpintechnikával mentenek mélyből, illetve magasból a tűzoltók. Olyan helyzeteket kell elképzelni, mint egy kútba esett személy, illetve kutyamacska mentése, illetve volt már rá példa, hogy például siklóernyős akadt fent a fa tetején. Én őt is kötéltechnika segítségével mentik le. A Katasztrófa Védelmi Igazgatóság és a Tettye Forrásház közösen szervezte a gyakorlatot. Veszélyes mélységben kell dolgozniuk itt a vízszolgáltató szakembereinek. 36 méter mély, 3,5 méter átmérő, és ebből két irányba 300-300 méter hosszan vágatok indulnak. Ezeket a vágatokat úgy kell elképzelni, mint egy pince, amely boltozott, vagy bizonyos helyeken természetes kőzetből állnak. Normál üzemben elárasztott állapotában van. Ez egy víztermelő műtárgy, tehát ebben nyers víz található. És időről időre ezeket a műtárgyakat, mint ahogy ezt is, üzemen kívül kell helyeznünk, aminek az a célja, hogy karbantartó ellenőrző jelleggel a kollégáinak be kell tudniuk jutni. Fel kell készülni arra is, hogy bármi megtörténhet ilyen mélységben. Ugye ez egy 10 emeletes épületnek megfelelő mélység, ez a 36 méter. Annak ellenére, hogy mindenféle biztonsági eszközök, szerkezetek és előírások betartása mellett bármikor előfordulhat egy rosszulét, vagy akár egy baleset is, a gyakorlatban ezekre a helyzetekre készülünk fel közösen a katasztrófavédelemmel, amire azt gondolom nem csak mi számunkra, hanem valamennyi vízműzemeltető számára egy fontos lehetőség. Szerencsére nem történt itt baleset eddig, de ettől függetlenül gyakorolni kell a mentést, hogy ne érje váratlanul a tűzoltókat egy éles helyzet. Ez már a mentés utolsó szakasza. Elméletileg egy ájult szemét hoz fel a mentést végző tűzoltó. Így ketten egymáshoz rögzítve érnek végül fel az aknából. A társak közben folyamatosan segítettek és biztosítottak a helyszínen. A gyakorlat ezen a héten több napon át zajlik a pécsi helyszínen. 5 nap alatt mintegy 75 hivatásos tűzoltó vesz részt a gyakorlatban. Pécs mellett Siklósról, Komlóról, Szigetvárról is érkeznek tűzoltók. Egyébként a Tettyekarsztól nem messze épült, 1892-ben a város első nyomóvezetékes vízműve. A vízbázis ma is meghatározó szerepet játszik Pécs ellátásában.